kizökkentem a ritmusból, elképzeltem, hogy Zoli bácsi így rázza az öklét, amikor Evelyn úszik egy versenyen. Ez valóban nem mindennapi lenne, de azt hiszem, hogy erre még egy darabig várni kell. Ami pedig a női 800 gyorsot illeti. Az idei világranglista 10 legjobb eredményéből 7-en itt vannak. Ez már eleve önmagában azt gondolom, hogy óriási mezőnyt sejtett. És hogyha ehhez még hozzáteszem, hogy itt van két kínai tini, épp itt az egyik, 15-16 évesek, Li Bingji, világbajnoki ezüstérmes, már 15 évesen, és a másik 16 éves pedig a négyes pályán úszó Wang, aki a világranglista idei legjobb eredményét tudja. Szóval két kínai tini. Aztán itt van Simona Quadarella, aki az idei glasgowi Európa-bajnokságon 400-on, 800-on és 1500-on sem talált legyőzőre. 3 Európa-bajnoki aranyérmet szerzett. Egészen parádés. Sarah Kohler vetkőzött, világranglista 7. egyébként, és az idei Európa-bajnokságon 1500-an ezüstérmet szerzett. Leah Smith, ő a címvédő, kétszeres világbajnok és olimpiai bajnok ezen a távon. Ennél többet azt hiszem nem is kell mondani. És hát Wang, aki egészen káprázatos időket úszik, 16 esztendősen, és világranglista vezető idő egyedüliként az ide, ebben a szezonban, ebből a mezőnyből 8 percen belül tudott úszni, 7:59.44-et, tehát egyetlen egy tizedre volt Mireia Belmonte Garcia világcsúcsától. Wang, mondjuk hozzáteszem, hogy ezt nagyjából június közepén úszta. Kíváncsi vagyok, hogy hazai pályán mire lesz majd képes. Ugye Kapás Boglárka betegség miatt nem indult végül 800-on, és hogyha ez nagymedencés verseny lenne, akkor nyilván Kéti Ledeki nevét kéne megemlítenem, de nem nagymedence, és nincs itt Ledeki. De mondom, itt a címvédő, kétszeres világbajnok és olimpiai bajnok Leah Smith az ötös pályán. Nem lennék meglepve, hogyha az ő és Wang nagy csatáját hozná ez a verseny, hogy aztán esetleg Li ott a kettesről bele tud-e szólni, az nagy kérdés. Nem tudom, hogy Quadarella azóta milyen formában van, hogy eltelt az EB, hiszen az október elején volt. Elrajtolnak tehát a versenyzők, és ugye ez aztán főleg az a szám, ahol a táv második fele számít 800 méternél. Úgyhogy addig szépen mindenki helyezkedik, illetve fölveszik azt a bizonyos utazó sebességet, ami az ilyen 800-nál, 1500-nál nagyon fontos, hogy ki milyen laktátszinttel tudja végigúszni tulajdonképpen. Wang nem tréfál. 50 méternél egy közel szűk másfél másodperccel világcsúcs részidőn belül kezdi a négyes pályán. Hát azért ez hogy is mondjam, de nem biztos, hogy ez végig így fog maradni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy megtalálja minden úszó azt a sebességet, ahol a savasodási határon úszik tulajdonképpen. 2:04-jel világcsúcs részidőn belül Wang. Hát nem tréfál. És még ebbe az a szép, hogy ott, aki a második, harmadik helyen úszik, még ők is gyakorlatilag a világcsúcs környékén kaparásznak. De hát egy baj van ezzel a fránya vonallal, hogy az nem fog elfáradni. Egyelőre két test hosszal a világcsúcs előtt úszik Wang. 150 méternél. 26-75, 2,31 századdal a világcsúcson belül. Smith a második, Quadarella pedig a háromszoros friss Európa bajnok a harmadik helyen fordul a hatos pályán. A pesti világkupán, ami október elején volt, junior világcsúcsot úszott Wang, ami egyetlen egy tizedre van a világcsúcstól. Ez a bizonyos 7:59.44, ami egyben egyéni csúcsa is. 2,16 századdal. Ez óriási. 1:57-es idő. 1:59.38 volt Mireia Belmonte Garcia fordulója itt a világcsúcsnál, amikor úszta Berlinben még 2013-ban, tehát ez egy meglehetősen régi világcsúcs, aminek most neki feszült Wang. Itt ezen a világbajnokságon 200 gyorson nem tudott dobogóra állni, csak ötödik volt. Na most már azért kezd egy kicsit fáradni ő is.
még mindig bőven világcsúcson belül 1,62 századdal, Smith a második, Quadarella pedig a harmadik. De azért arra egészen nyugodtan mondhatom, hogy számíthatunk, hogy hát most nem azt mondom, hogy ez egy öngyilkos tempó, mert egyszer a világcsúcsot is megúszták, és akkor valószínűleg ugyanígy úszott Mireia Belmonte Garcia, de hogy ez még vissza fog rúgni a táv második felén, abban viszont egészen biztos vagyok. 300-nál vagyunk. 1.19 már csak a világcsúcshoz képest, de még mindig belül vagyunk, Smith és Quadarella a második, harmadik helyen. Ott sincsen változás. Bár ahogy látjuk, ugye legalább van 5 úszó, aki még oda a második, harmadik helyre odaérhet. Gyakorlatilag Lee, Sarah Kohler, Quadarella és talán még Jegorova is. a világcsúcs részidő, már csak 54 századdal, tehát most már hosszról hosszra azt el lehet mondani, hogy tizedeket lassul a világcsúcshoz képest Wang Yanyi-e. 3.59.8 lesz majd a következő részidő, amit figyelnünk kell. Érzésem szerint most már nagyjából azon a környéken fog fordulni a kínai. Igen. Meg is jelent a piros vonal, tehát körülbelül ez a 3.59.8, 59.98, már kicsúsztunk belőle 18 századdal, viszont nem nagyon tudnak a többiek közelebb jönni hozzá, hiszen azért a többiek sem lesznek frissebbek bent a medencében. Wang tehát tényleg ilyen minden mindegy alapon elindult ezen a 800 gyorson, megpróbál egy világcsúcsot úszni, gyakorlatilag 300 méterig tartotta ezt a tempót, és ezáltal természetesen nagyon elment a többiektől, és ott azért van egy nagyon komoly harc a második, harmadik helyen Wang mögött, aki nagyon tisztán vezet 3,66 századdal, viszont Quadarella megelőzte Smith-et, úgyhogy az olasz meg az amerikai egymás mellett úszik az ötösön és a hatoson. Ők is egy picikét, egy fél, háromnegyed testhossz előnnyel el tudtak jönni az őket üldözőktől. Mert azért Quadarella mellett ott úszik Jegorova a hetesen, illetve fönt Lee-re és Kohlerre is még félszemmel figyelni kell. 500 méternél Wang továbbra is vezet, 5.01.45. Tehát ő tud 8 percen belül úszni, 0.07.59.44, hát most úgy számolom, azért ez nem lesz egy 8 percen belüli úszás. Viszont nagyon magabiztosan vezet. Úgyhogy ezt a világcsúcs dolgot ezt elengedhetjük. Ez már itt nem kérdés, ez nem vitás. Én szerintem a 8.07 körül fog ő majd megérkezni a végén. Quadarella továbbra is tartja a második helyet, de ott még azért lesz egy óriási csata közte és Lea Smith között, a címvédő között. Quadarella nagyon szépen gyorsabb tempókkal úszik, egy erősebb frekvenciával, mint az amerikai. méternél járunk, az utolsó 200 méter következik, Wang továbbra is torony magasan vezet. Azért ez az utolsó 200 méter, ez nagyon gyilkos tudám lenni, főleg egy ilyen első 300-ra, azon nem lepődnénk meg, hogyha Quadarella egy picit közelebb tudna jönni majd a végelszámolásnál, talán legutóbb 3,66 század volt, amire most így beugrik időeredmény. De hogyha csak egy tized marad Wangnak, akkor is világbajnok lesz hazai medencében, ami mindenképpen nagy dolog. Quadarellának folyamatosan vissza kell vernie az olimpiai bajnok Lea Smith támadásait, és kettejük között 6 tized a különbség, ami durván egy fél testhossznak felel meg gyorsúszásban. Nem nagyon látok arra esélyt, hogy Wangot megfogja bárki is. Azért ez egy 3 testhossz előny, ami egy picikét ugyan fogy, de ez még bőven elég mindig. Jön az utolsó 100 méter, tehát az utolsó 4 hossz. És én azt számolgattam, hogy olyan 8.07 körül idő lehet ebből. Kíváncsi vagyok, hogy ehhez képest pluszban vagy mínuszban lesz majd a kínai. Az a második hely az nagyon nem dőlt még el.
Lea Smith indított egy hosszú hajrát, és mint hogyha már föl is úszott volna Quadarellára. Biztosan nincsen közöttük 6 tized. Rázzák a kolompot, de hát ezt elmondták a versenyzők, hogy van, aki ebből az égvilágon semmit nem érdekel. Bármennyire ott rázzák 40 centire a fejétől, és azért ez nem egy kis karácsonyi csengettyű, ennek azért van hangja, de ilyenkor, amikor az ember úszik, nem biztos, hogy figyelni tud rá. Quadarella érezte, hogy Smith megtámadja őt, és megpróbálja visszaverni. Jön az utolsó 25 méter, sőt már annyi sem. 8 percen felüli idő lesz majd, ahogy lehetett számolni. 8:04:35. Wang tehát világbajnok, Quadarella lesz az ezüstérmes, és a címvédő olimpiai bajnok Lea Smith pedig bronzérmet kaphat majd a dobogón. Hát a többieknek nem nagyon volt köze ehhez a versenyhez, tehát Wang, amit itt produkált az elején, azzal egyébként szerintem simán lesokkolta ezt a mezőnyt. Mindenki fölvette a kis utazóját, és erre jött Wang, és az első 300-on ment egy brutális részidőt. Nagyon szépen megnyerte. Nem fáradt el a végére. A nagyon erős kezdés ellenére sem. De hát nyilván tudta, hogy mit vállal. És egyeduralkodó volt. A 16 esztendős idei világranglista vezető kínai hölgy, aki immár világbajnok is hazai medencében, ami mindig óriási dolog. És itt most nem számít, hogy ez egy rövid pályás VB. Itt a mosoly. Hát fogunk még róla hallani, nyilván Tokióban is az egyik első számú esélyes. Wang tehát a világbajnok 8:04-jel, Quadarella a háromszoros EB arany után szerez egy világbajnoki ezüstöt.